A Magyar Kultúra napjára emlékeztek. A szatmárcsekei ünnepségen a Kölcsey Társaság emlékplakettjét is átadták, melyet idén Szörényi Levente, Kossuth Díjas zeneszerző, előadó művész vehetett át. Évindítása a Hieroteusz Egyesületnél. A szervezet közgyűlésén Soltész Miklós államtitkár elmondta, az egyházak szerepe a köznevelés és a gyermekvédelem területén felértékelődött az elmúlt években. Sikeres foglalkoztatási pályázat. A közcélú foglalkoztatottak versenyszférában történő elhelyezkedését segítenék Tiszalökön. Január 22-e a himnusz születésnapja. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Kölcsey Ferenc 195 esztendővel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve 1989 óta a Magyar Kultúra napját is ünnepeljük. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett vasárnap a Szatmárcsekei református templomban. Az ökumenikus istentiszteletet követő ünnepségen a Kölcsey Társaság emlékplakettjét is átadták. Ezt idén Szörényi Levente, Kossuth Díjas zeneszerző, előadó művész vehette át. Szatmárcsekén istentisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Szocska Ábel, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye apostoli kormányzója és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsey Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. Idén a Kölcsey Társaság emlékplakettjét Szörényi Levente kapta. A kitüntetett ünnepi beszédében elmondta, pályájának kezdeti sikerei ösztönözték arra, hogy rockoperákat is szerezzen, melyek a magyarság múltjáról szólnak. A zeneszerző úgy véli, az István a király című rockoperában benne van az a remény, hogy az istváni magyar nem törekszik a koppányi magyar megsemmisítésére. Jánosi Zoltán, a Kölcsey Társaság elnöke laudációjában hangsúlyozta, hogy Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan Szörényi Levente is felemelte a magyar népdalt oly módon, hogy a beatzenén keresztül jutatta el azt az ifjúsághoz. Szörényi Levente az 1989 utáni munkáival is hasonló nyomokon halad, az Attila az Isten kardja című rock operája, aztán a Fehér Anna és egyéb rockballadái, és ezt teljesítik ki, illetve újabban régészeti kutatásokkal is foglalkozik, ez már nem tartozik a művészet körébe. Tehát egyöntetű volt a véleménye a testületnek, hogy az idén 72 éves Szörényi Levente magasan megfelel ezeknek a leírt követelményeknek. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint kultúránk, hagyományaink átadása nemzedékről nemzedékre a 21. században is mindannyiunk kötelessége. Ami bennünk van, amit hordozunk, ahogy elhangzott az ige hirdetésen is, sok-sok generáción keresztül, azt kell ápolni, és azt kell továbbadni, azt kell megvédeni. És akkor én úgy gondolom, hogy a következő évszázadokban sem lesz azzal probléma, hogy itt a Kárpát-medencében a magyarság így marad meg, mint ahogy most van. A Szatmárcsekei templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, valamint a debreceni Laudícia énekkar. A rendezvény Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt. 62 ezer civil szervezet működik Magyarországon, ezek nagy részét támogatja az állam. Az egyházak szerepe is felértékelődött az elmúlt években, ugyanis a köznevelés területén megkétszereződött, a gyermekvédelem területén pedig hatszorosára nőtt a jelenlétük, mondta el Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken délután Máriapócson a Hieroteusz Egyesület évnyitó közgyűlésén. Körülbelül 62 ezer civil szervezet működik ma Magyarországon, akik akár egy kisebb közösségért dolgoznak, akár országosan érzékelhető a hatásuk. Közülük vannak, akik 1%-os támogatással, és vannak, akik a nemzeti együttműködési alaptámogatásával tudnak működni. Az elmúlt 7 évben ez a támogatás több, mint 40%-kal emelkedett országos szinten.
az a sok tízezer, akik együtt dolgoznak, nagyon sok munkát végeznek. És ugyanez igaz egyébként az egyházainkra is, hiszen az egyházak közfeladatát ellátásban átvállaltak nagyon sok feladatot az államtól, legyen az a köznevelés, legyen ez a szociális terület, vagy ebben a térségben, ami nagyon jellemző a gyermekvédelemnek a támogatása, és azt kell mondani, hogy 7 év alatt itt is hatalmas nagy változás történt, hiszen köznevelés területén meg 2-szeröződött az egyházi jelenlét, ugyanekkora körülbelül az aránya 7 év alatt a növekedésnek a szociális területnek, és a gyermekvédelem területén 6-szorosára növekedett az egyházi jelenlét. A Hieroteosz Egyesület 2011-ben kezdte meg működését Máriapócon azzal a céllal, hogy növelje a társadalmi elfogadást és segítse a közösségépítést. Nekünk nagyon fontos, hogy itt Kelet-Magyarországon és a külhoni magyar görögkatolikus közösségekkel együtt tudjuk tervezni a jövőt, hiszen mi itt a szülőföldünkön szeretnénk megmaradni magyar görögkatolikusként és európai keresztény emberként. A Hieroteosz Egyesület ezt a programot, ezt az elvet segíti mindabban a mindennapi rendezvényben, mindennapi programban, mindennapi munkában, amely egyébként az Egyesület adminisztratív működését jelenti. Az Egyesület közéleti tevékenységet is folytat, ami a következő évben 2 csoportra osztható. Az egyik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, némileg a régióban is, tehát határon túl, illetve 1-2 szomszédos megyében a kulturális közmunkaprogramot az Egyesületünkön keresztül tudja a magyar kormány lebonyolítani. Ez az egyik legnagyobb kihívás, hiszen nem egy adminisztratív szervezet vagyunk, és már van mögöttünk néhány hónapos gyakorlat abban, hogy hogyan tudjunk segíteni egyesületeknek, önkormányzatoknak, sportcsapatoknak, tényleg a legszínesebb a paletta, ahová 1-2 embert tudunk átmenetileg munkaerőként adni, illetve hát annak a néhány embernek, ami közel 200, pillanatnyi egzisztenciában egy óriási lépés. A másik, kevésbé hangsúlyos feladatuk, hogy segítsék és összehangolják a generációk együttműködését. Ezek EFOP programokon keresztül valósulnak majd meg. A különböző szakterületeken lévő munkaerő hiány feltérképezése a célja annak a programnak Tiszalökön, amelyet a település önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatallal konzorciumban és a helyi vállalkozókkal közreműködve valósít meg. Az együttműködésnek köszönhetően a program lehetőséget biztosít a közcélú foglalkoztatottak részére, hogy a versenyszférában helyezkedjenek el. Foglalkoztatás segítő program indult Tiszalökön. A pályázat fő célja, hogy a programban résztvevők közül megtalálják azt a használható munkaerőt, akiket most még többnyire a közcélú foglalkoztatás keretein belül alkalmaznak. Őket a versenyszférába kívánják átirányítani. A kormány ugyanis azt szeretné, hogy a közfoglalkoztatás csupán egy átmenetet képezzen a munkaerőpiacon. A kormány kimondta azt, hogy ez egy átmeneti állapot, hogy a közcélú foglalkoztatásban kell, hogy megtalálják a munkát, ez az érintett réteg. Ezt 2020-ig 150 ezer főre le kell csökkenteni országos szinten. Ezt a folyamatot mi érezzük, és ahogy csökken ez a létszám, a közszélúak létszáma, egyre nehezebb lesz megtalálni azt a még kitartó és esetleg szakmunkára is alkalmas foglalkoztatottat, vagy dolgozót, aki a munkaerőpiac elvárásainak meg tud felelni. És ehhez őket fel kell készíteni. És ez a pályázat egyrészt biztosít képzésre lehetőséget, és a munkáltatók igényének megfelelő képzést, ez nagyon fontos kiemelni, tehát amit a piac most igényel. Illetve lehetőséget kínál a munkáltatóknak arra, hogy megtalálják azokat az embereket, akikre ők vágynak vagy szükségük van. Másrészt maga a pályázat biztosít olyan forrásokat, amelyek a munkáltatóknak nagyon sok kedvezményt adnak, vagy támogatást itt a bér és járulékai, ez nagyon fontos tétel. A programban felmérik a Tiszalök környékén található vállalkozások munkaerőigényeit, a pályázatban résztvevőket ezekhez igazítva képzik majd tovább. Van már egy előzetes képzési jegyzék, ezt a munkaügyi központ állította össze a helyi igények alapján. Gyakorlatban ez úgy fog működni, hogyha egy vállalkozás munkaerőt keres, akkor jelzi ezt a tiszalöki Paktum irodának, az ottani munkatársak pedig jelzik, hogy mondjuk ezen munkakör területén volt képzés, van kiképzett munkaerő, és akkor elkezdődhet a közös munka. A programról a Tiszalökön tartottak fórumot, melyen Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, a cél az lenne, hogy a szakembereket itthon tartsák.
azt szeretnénk, ha minél többen dolgoznának az elsődleges munkaerőpiacon, a versenyszférában. Egyébként már itt bizonyos szerény eredmények mutathatók, hiszen 4,5 millióan dolgoznak országosan, csökkent a munkanélküliség, Szabolcs-Szatmár-Berem megyében is csökkent a munkanélküliség, de ez egy nehéz környék, nyugodtan mondhatom, és ez egy olyan igényfelmérés lehetőséget ad a munkaadók számára is. Örülök, hogy eljöttek olyan cégek, akik be akarnak kapcsolni ebbe a programba, de még szükségünk van, hogy a térség vállalkozóinak figyelmét felhívjuk erre a paktumra. Az uniós pályázatoknak köszönhetően ma Magyarországon egyre több vállalkozás pályázik sikeresen. De a vállalkozások bővítéséhez, illetve új vállalkozások indításához szükséges lesz képzett szakemberekre is. A foglalkoztatási együttműködés az első lépcsőfok a munkanélküliség csökkentéséhez és egy sikeres vállalkozás létrehozásához. 600 ezer forint értékű adományt kapott a József András Oktató Kórház az első nyíregyházi Lions Clubtól. Az Egyesület a hagyományokhoz híven jótékonysági bájának bevételét a kórháznak adományozta, amelyből az évente megrendezett egészségnapon résztvevő osztályok munkacsoportjai részesülnek. 2000 nyarán alakult meg az első nyíregyházi Lions Club, amely a kezdetektől fogva minden évben támogatja a József András Oktató Kórház munkáját. A klub a hagyományokhoz híven 2017-es jótékonysági bájának bevételéből 600 ezer forintot adományozott a kórházzal közösen szervezett egészségnapok szűrőprogramjában érintett osztályoknak. Minden évben nagyon nagy örömmel és nagy alázattal fogadjuk ezeket az ajándékokat, hisz ezek az ajándékok a mindennapi betegellátást segítik különböző osztályokon. Elsősorban azokat az osztályokat célozza meg a Lions, ami egyébként az alapításának is az egyik célja volt, a szemészeti, tehát a vakokért gyengén látóknak a segítés, és ezen belül még aztán kibővültek más szakterületek. Itt szemészeti osztályunkat, ortopédi osztályunkat, belgyógyászati osztályunkat, gyermekosztályt segítenek úgy szintén olyan eszközökkel, amelyek a mindennapi életbe, betegellátáshoz is szükségeltetnek. A gyermekszemészeti rendelő például egy légkondicionáló berendezéssel, az ortopédiai osztály a budapesti csontbankból érkező combfejek szállításához használatos fagyasztóládával, az osztály pedig mikrohullámú sütővel, kávéfőzővel és egy olajradiátorral gyalapszik a felajánlás révén. A nyíregyházi Lions Club, én úgy érzem, a hazai Lions társadalomnak egy bástyája. Az a klub, amely olyan új dolgokat, olyan jó dolgokat mutat meg a Lions mozgalomnak a szellemiségéből, amelyet országosan is tudunk majd továbbvinni. Ennek egyik formája, egyik módja az egészségmegőrző programunk. Ennek keretében a kórházzal, az önkormányzattal együttműködve minden éve megszervezzük az egészségnapot, és ezen gyakorlatilag lehető legtöbb szűrést végezzük. A következő évek fő programja a diabétesz kiszűrése lesz a Lions Klubok életében. Hétfőn rendkívüli állománygyűlés keretein belül jutalmazták azt a 4 rendőrt, akik a január 15-én Kálló-Semjénben leszállt illegális migránsokat szállító gép ügyében kiemelkedő rendőri munkát végeztek. A legnagyobb elismerés az országos rendőr főkapitánytól érkezett, melyet Tóth János főtörzsőrmester vehetett át, aki az esetkor épp szabadnapját töltötte, de szolgálatba helyezte magát és ellátta rendőri feladatát. Farkas József dandár tábornok kiemelte, az ilyen hozzáállást meg lehet ugyan próbálni az iskolában tanítani, de mint mondta, erre születni kell. Ne feledkezzünk meg azokról a munkatársainkról, akik épp úgy részt vettek a feladatban, hiszen több tucat kollégáról volt szó, több tucat rendőről, összehangolt tevékenységről, akik persze most nem lehetnek itt, tehát ők is elismerést érdemelnek, ez a 4 kollégám pedig kimagasló teljesítményért kapott ma tőlem, illetve az országos rendőrfőkapitánytól szintén elismerést. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntett elkövetésének gyanúja miatt indított büntető eljárást egy 36 éves tornyospálcai lakos ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi 2018. január 20-án 7 óra 30 perckor tornyospálcai otthonában előzetes szóváltás nélkül egy késsel több esetben megszúrta az édesapját. A 64 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök a férfit a bejelentést követően őrizetbe vették. Klasszikus téma, klasszikus film újszerű feldolgozásban, ezt ígéri a Móricz Zsigmond Színház legújabb darabja, a Rózsák háborúja. Az olvasó próbák ma elkezdődtek, a darabot pedig március 2-án láthatja majd a közönség a Krudi Kamarában.
A válás ugyanolyan klasszikus téma, mint a szerelem, azonban az előbbi kérdéskört viszonylag kevés darab dolgozza fel. Ezen az arányon javít Vég Zsolt drámai komédiája, a Rózsák háborúja. Egy mesésen induló szerelemre és 15 boldognak tűnő évre tesz pontot Barbara, aki belefáradt a hitvesi évekbe, ezért változtatni és válni akar. A döntés után azonban elszabadul a pokol. Miközben a tét látszólag az, hogy ki lesz az évek során felépített gyönyörű házuk, valójában nem sokára már egymás testi és lelki egészségének tönkretételén, a másik teljes anyagi és fizikai megsemmisítésén fáradoznak, két olyan ügyvéd szorításában, akik a pénzért mindenre képesek. Mivel a válás vagy a szakítás mindannyiunk számára egy fontos téma, és mindannyian találkoztunk vele, ezért mind a színészeknek, mind a nézőknek ez nagyon átélhető. Tehát hálás dolog egy olyan vígjátékot csinálni, ahol az alapdráma az mindenki életében nagyon erősen jelen van. Tehát erről baromi sokat tudunk, ezzel nagyon-nagyon-nagyon könnyű azonosulni, könnyű, fájdalmas és vicces azonosulni. A vígjáték érdekessége, hogy a próbák idejére a rendező úgynevezett improvizációs pontokat helyezett el. Ezeket a színészekkel közösen dolgozzák majd ki, így a darab végére még emberibb és személyesebb lesz a történet. A darab mindenképpen mutatni fog egy példát arra, hogy zajlik egy válás, mi történik. Igazából magát a konklúziót lehet levonni, és az ember ezután, az előadás után talán végig gondolja. Párkapcsolatait, eszébe jutnak ezzel kapcsolatban dolgok, és hát ez építheti a véleményét vagy az életét ezzel kapcsolatban. A Broadway komédiát 1989-ben megfilmesítették, és több darabban fel is dolgozták. Itthon korábban Détár Enikő és Réka Sikároly vitte sikerre a családi horrort, most pedig a Móricz Zsigmond Színház színpadán Kuti Patrícia és Rák Zoltán küzdenek majd meg egymással. Nem vallott szégyent Fucsovics Márton Roger Federer ellen élete első Grand Slam 8-at döntőjében az Australian Open-en. Fucsovics a Rod Laver Arena teltháza bő 14 ezer néző előtt alaposan megizzasztotta a svájci teniszezőt, időnként káprázatos megoldásokkal is előrukkolt. Az első két szedben Fucsovics tartotta a lépést klasszis riválisával, a másodikban csak rövidítésben tudott felülkerekedni rajta a 19-szeres Grand Slam győztes svájci. A harmadikra elfáradt a 25 éves magyar játékos, de a 4-6-6-7-2-6-os veresége ellenére Fucsovics egyáltalán nem szomorkodhat, Roger Federer is csak elismerően tudott nyilatkozni róla. Jó érzések keringnek bennem, jó meccset játszottunk szerintem, nagyon jól kezeltem a helyzetet az elejétől, ha nem játszottam a legjobb teniszemet, de egy Roger Federer ellen nagyon nehéz jó teniszt játszani. Magabiztos győzelmet aratott a Nyíregyháza Blue Sharks csapata szombaton. A hazai pályán játszó kék cápák a mérkőzésen végigvezettek a Bonyhád ellen, és 83-64-re nyerték a találkozót. A hazai pályán játszó Blue Sharks nehezen tudott felpörögni a Bonyhád ellen, bár a nyíregyháziak szerettek volna revansot venni az idegenben elvesztett pontokért. Az első negyedben még csupán 3 pontos előnnyel zártak a cápák, azonban ezt követően beindult a nagy Krisztián Fazekas Csaba, Sridan Stojanovic trió, az ő tripláiknak hála meg is lépett a hazai csapat. A harmadik negyedben Stojanovic jól tartotta dobóformáját, Cura is egyre jobban belejött a pontszerzésbe, így állandósult a Blue Sharks 20 pont körüli előnye. A végén a fiatalok kaptak nagyobb szerepet, ők tartották a megszerzett előnyt, és végül 19 ponttal, 83-64-re győztek a cápák a Bonyhád ellen. A sorcs furcsa fintora, hogy ugyanannyival sikerült itthon nyerni, amennyivel az első fordulóba kikaptunk tőlük. Úgy gondolom, hogy azon a mérkőzésen még nem volt kész a csapat, azóta eltelt majdnem több mint egy fél szezon, és felépültek a sérültjeink. Sajnos nem játszottunk ma jól, beleestünk abba a hibába, hogy fölvettük a Bonyhádnak a stílusát, illetve a játékütemét, ahol egy lassabb, ugye, ötlettelenebb úgymond streetball játékot játszottak, ami nekünk ugye nem nagyon feküdt. Többször elhitte a csapat, hogy elég lesz csak a cipőt fölrakni, de aztán, mikor úgy közelebb kerültek, akkor észhez kaptunk, és visszaállítottuk a különbséget. A Blue Sharks győzelmével a tabella második fokára lépett fel. Szombaton pedig nehéz mérkőzés vár a cápákra, az éllovas oroszlány csapata érkezik Nyíregyházára.
Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 195 esztendővel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve 1989 óta a Magyar Kultúra Napját is ünnepeljük. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett vasárnap a Szatmárcsekei Református templomban. Az ökumenikus istentiszteletet követő ünnepségen a Kölcsey Társaság emlékplakettjét is átadták. Ezt idén Szörényi Levente, Kossuth-díjas zeneszerző, előadó művész vette át. 62 ezer civil szervezet működik Magyarországon, ezek nagy részét támogatja az állam. Az egyházak szerepe is felértékelődött az elmúlt években, ugyanis a köznevelés területén megkétszereződött, a gyermekvédelem területén pedig hatszorosára nőtt a jelenlétük, mondta el Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár péntek délután Máriapócson a Hieroteosz Egyesület évnyitó közgyűlésén. A különböző szakterületeken lévő munkaerőhiány feltérképezése a célja annak a programnak Tiszalökön, amelyet a település önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatallal konzorciumban és a helyi vállalkozókkal közreműködve valósít meg. Az együttműködésnek köszönhetően a program lehetőséget biztosít a közcélú foglalkoztatottak részére, hogy a versenyszférában helyezkedjenek el. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 22-én hétfőn friss hírekkel, holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, ami a távlatokat ígéri a Kárpát-medencét kedd estig egy melegfront érinti, amely azonban lényeges hőmérséklet változást egyelőre nem hoz, ugyanakkor átmenetileg nedvesebb levegő áramlik hazánk nagy része fölé, de nézzük az előttünk álló éjszaka helyzetét. Eleinte időnként felhősödés várható, majd erősen megnövekszik a felhőzet, főleg a körzet nyugati részein hószálingózás, havazás is előfordulhat. Az északi szél eleinte helyenként még megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Hűvös lesz a hajnal, reggel általában mínusz 6 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre lehet számítani, hosszabb, rövidebb napsütéssel, csapadék viszont nem várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, és nem lesz meleg a délután sem, 1 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, viszont melegfronti hatás terheli majd szervezetünket. Szerdán már több lesz a felhő, és néhol előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék is. A következő napokban a hajnali, reggeli ködfoltok feloszlását követően változóan felhős időre van kilátás. Csapadék általában nem valószínű, legfeljebb elvétve alakulhat ki szitálás, esetleg ónos szitálás, így tulajdonképpen az esernyőkre nem lesz szükség. Kissé erősödik majd a nappali felmelegedés, de az éjszakai fagyok még itt maradnak.